Magyarország megmaradjon úgy, ahogy apáink 1000 éven át megtartották, a márciusi fiatalság megálmodta, és ahogy azt én veletek milliónyi magyarokkal együtt megfogadjuk, hogy én így akarom, az Isten engem úgy segélye. Ezen az 1942-es felvételen Kálai Miklós miniszterelnöki programbeszéde hallható. Olyan helyzetben lett kormányfő, amikor a második magyar hadtest reménytelen harcot vívott az orosz fronton, és egyre erősebb volt a náci német befolyás az országban. Kálainak úgy kellett kapcsolatot tartani Hitlerrel, hogy közben az angol száz hatalmakkal szeretett volna titkos megállapodást kötni a háborús kiugrásról. A magyar történelem egyik legrázósabb, legnehezebb korszakában vállalta a kormányfői tisztséget Horthy Miklós kormányzó megbízásából. 1942 és 44 között Magyarországon hadviselőfél volt a II. Világháborúban, és elődje Bárdossy László miniszterelnöktől egy olyan politikai légkört, egy olyan politikai előéletet örökölt, amely tulajdonképpen kiszolgálta a német külpolitikát, a német-magyar barátságot, és Kálai azt a megbízást kapta Horthytól, hogy próbáljon meg közeledni, próbáljon meg ajtót nyitni, kapukat keresni a brit-amerikai szövetségesek irányába is, és sajnos az utókor pejoratív értelemben ráaggatta a hintapolitikus jelzőt Kálai Miklós miniszterelnökre. Kálai Miklós miniszterelnök hiteles történelmi megítélésére szerveztek konferenciát pénteken Nyíregyházán, a Kálai házban. A tanácskozás levezető elnöke, Vinnai Győző országgyűlési képviselő és történész azt mondta, szilárd erkölcsi tartás jellemezte a miniszterelnököt. Kálai végig kitartott eszméi mellett, egy igazi rendes ember volt, hogyha fogalmazhatok így. 44-ben, amikor a németek megszállták az országot, március 19-én a török követségre menekült, majd Mauthausenbe került, és onnan előbb Olaszországban, majd Amerikában élt emigrációban, de mindig érdekelte Magyarország sorsa, Kálósemjén, Nyíregyháza sorsa, a Szabolcsi föld sorsa, és ott halt meg az 1960-as években Amerikában. Ezen a fotón Kálai Miklós fiával Kristóffal látható. Ő hozta létre 1993-ban a Kálai gyűjteményt, amely egy évvel ezelőtt került méltó helyére, a nyíregyházi Besenyei térre. Ebben a házban ma kiállítással emlékeznek a Kálai családra. Mi nagyon fontosnak tartjuk minden családtagnak az emlékét megőrizni, illetve velük kapcsolatosan publikációkat megjelentetni. Ennek egy gyönyörű szép példája az, hogy az új helyszínen, az új Kálai házban egy ilyen konferenciát, Kálai Miklós emlékkonferenciát tudunk megrendezni. A konferencia alkalmából ismeretterjesztő kiadványt is megjelentetett a Józsa András Múzeum.